Sziasztok! Mivel már majdnem eltelt a június, így arra gondoltam, hogy ma megmutatom nektek az e-havi kedvenceimet. Ebben a hónapban igazából szerintem nem használtam olyan túlzottan sok újdonságot, bár lesz azért egy-két olyan dolog, amivel még nem találkozhattatok. Pontosabban a blogom már volt róluk szó valamilyen formában, úgyhogy mindenképpen beteszem a videó alá majd a linkeket most is, mint mindig, de vágjunk is akkor bele. Ezúttal a test- és arcápolással kezdem, és a végére hagyom a sminkeket. Nagy kedvencem volt júniusban a The Body Shop moringás tusfürdője. Akik már követnek egy ideje YouTube-on, blogon, bárhol, azok tudják, hogy tavaly nyáron imádtam a moringás termékeket, és nálam valahogy így nyáron jön elő ezeknek a termékeknek a szeretete. Ez a tusfürdő egyébként azért kapuk tojást, mert hogy ezt karácsonykor vettem, ez egy ilyen óriási 750 ml-es kiszerelés, és ilyen pumpás flakonja van, tehát sokkal könnyebb adagolni. Viszont azért merem most megmutatni nektek, mert a nyári leárazások során lehet újra kapni ezeket a nagy kiszerelésű pumpás tusfürdőket a Body Shopban. Úgyhogy ha gondoljátok, akkor nézzetek be, természetesen nem csak moringás van, hanem egyéb más illatok is. Én ezt azért szeretem, mert ennek ilyen nagyon kellemes, mézes, virágos illata van, úgyhogy aki szereti az ilyen jellegű illatokat, az biztos, hogy ezt is nagyon kedvelni. Nagyon sokat használtam, bár amit látjátok, még elég kevés fogyott belőle, de szerintem elég hamar a végére fogok járni ennek a nagy-nagy duci flakonnak. A másik testápolási kedvencem egy picit azért kakukk tojás, mert hogy ezt még nem lehet kapni Magyarországon. Azért mondom, hogy még, mert hogy szeptembertől majd lehet, ugyanis ezek a Nux termékek akkortól lesznek majd kaphatók a gyógyszertárakban, tehát ezeket kizárólag ott lehet majd megvásárolni, mint például a Bioderma, vagy éppen a Visi termékeket. A Nux-nek a sajtótájékoztatóján hozzájutottam két sikertermékükhöz. Az egyik, ez a Hodigeuse, valami hasonló, azt hiszem így kell mondani. Légy szíves, ne ítéljetek el azért, hogyha nem jól mondtam. Ez egy száraz olaj, ami több funkciós, ugyanis lehet használni arcra, hajra, illetve a test többi részén is. Hidratál, táplál, nagyon kellemes tapintású lesz tőle a bőr. Az az érdekes, hogy ez tényleg egy olaj, de hogy a nevében is benne van száraz olaj, így tényleg azután, hogy felkenem, nagyjából 10 másodperccel semmilyen zsíros vagy fura olajos érzés nincs a bőrömön, tényleg azonnal beszívódik, és ráadásul ez a 100 ml-es flakon azért jó, mert ennek pumpás a teteje, emiatt elég könnyen és praktikusan lehet adagolni, tehát nem kell így olajjal nyakig összekennie magát az embernek, hanem csak fúj annyit, ahova kell. Még hajon nem próbáltam ki, de szerintem ez lesz a következő lépés, mert a bőrömmel tényleg csodákat tesz. Annyira finom puha lesz tőle, hogy egyszerűen álom, és az illata, az luxus. Nem tudok rá mást mondani. Ilyen nagyon finom virágillat, mert hogy ebben ilyen mindenféle természetes összetevők vannak, ezek a Nux termékek arról híresek, hogy elég nagy százalékban tartalmaznak természetes összetevőket. Azt kell, hogy mondjam, nem csodálom, hogy ez a szárazolaj az egyik sikertermékük. Most néhány napja írtam már erről, illetve egy másik termékükről a blogon, hogyha van kedvetek, akkor nézzétek meg, és szeptembertől pedig keressétek majd őket a gyógyszertárakban. És akkor még egy arcápolási kedvenc, ez félig meddig volt már korábbi kedvences videókban, ez a La Roche-Posay Tolerén Ultra Fluid arckrém. Én korábban a sima Tolerén Ultra arckrémet használtam, tehát ami nem fluid, de azt is nagyon szerettem. Igazából olyan nagy különbséget nem érzek a kettő között, ennek egy picivel talán még könnyedebb az állaga, mint annak volt. Nagyon könnyen beszívódik, egyáltalán nem irritálja a bőrömet, tényleg semmilyen fajta irritációt nem okoz, nem hagy maga után ilyen zsíros vagy furcsa érzést, tényleg minden szempontból tökéletes, és nagyon szeretem, hogy ennek ilyen pumpás, vákumos kiszerelése van, ami azt jelenti, hogy a benne lévő krémet az utolsó cseppig ki lehet belőle pumpálni, tehát nincs az, hogy még ott látod, hogy az alján van egy kicsi, amiben nem ér bele a csövecske, ebben nincsen csövecske, hanem ez így ki, a vákum segítségével így ki pumpálod belőle gyakorlatilag a krémet, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. Itt van benne egy méhecske. Kiment vajon? És most akkor jöjjenek a sminkek. Két
korrektor is a kedvenceim közé került a hónapban. Mindkettőt a Make Up Plaza-ról rendeltem, és olvashattatok már róluk a blogon egy bejegyzést, de tervezek egy ilyen nagy korrektoros, összehasonlítós, kedvences bejegyzést majd néhány nap múlva. Az egyik az a Mimimi Flawless Concealer a 06-os Honey árnyalatban. Ez igazából a szem alatti karikák eltüntetésére szolgál, illetve a szem alatti részt lehet vele világosítani. Ez a korrektor azért nagyon jó, mert nagyon krémes, de mégis nagyon jó a fedése, viszont egyáltalán nem gyűlik össze a szem alatti ráncokban, nem is szárít, úgyhogy tényleg csak jókat tudok róla mondani. Egyébként erről a korrektorról már rengetegen áradoztak korábban az angol YouTube-osok közül, úgyhogy én nagyon örülök, hogy most hozzájutottam, tehát ez a Make Up Plaza honlapjáról rendelhető. A másik pedig szintén onnan van, ez az Uma Cosmetics Professional Concealer palettája, amiben három különböző árnyalatú korrektor található, illetve egy highlighter, amit megmondom őszintén, hogy én még nem próbáltam ki, viszont a másik három az egyszerűen tökéletes. A zöldet azt ugye a pirosság elfedésére lehet használni, na most ezt úgy kell használni, hogy ezt az alapozó alá kell föltenni, szépen eldolgozni, és akkor utána az alapozóval ugye még el lehet fedni, hogyha esetleg maradt valami zöldség valahol, de nem maradt, tehát nem lesz tőle zöld az arcotok, viszont nagyon jól kiegyenlíti a pirosságot, és tényleg nagyon jó fedése van, úgyhogy akinek vannak ilyen piros részek az arcán, azoknak érdemes kipróbálni valamilyen zöldes árnyalatú korrektort. Aztán ez a rózsaszínes barackos árnyalat, ez a szem alatti sötét karikák eltüntetésére szolgál. Nekem mondjuk ilyen nagyon durva sötét karikáim nincsenek, de ettől függetlenül szeretem a szemem alatt használni, mert tényleg nagyon frissé teszi ez a rózsaszínes barackos árnyalat a tekintetet. Illetve itt van egy bőrszínű árnyalat, ez pedig természetesen a bőrhibák elfedésére szolgál. Nem emlékszem pontosan, hogy mennyibe került, talán ilyen 1000 forint környékén lehet, 1000 maximum 1500 forint, de annak, aki mondjuk egy ilyen jellegű palettát keres, amiben többféle bőrhibára, meg bőr problémára talál gyakorlatilag megoldást, illetve fedést, annak érdemes kipróbálni, mert szerintem ez egyáltalán nem mondható drágának, viszont tényleg nagyon jó. Mindenképpen tudom ajánlani, lesz hozzá link a videó alatt a leírásban. És akkor jöjjön néhány szemre való termék, igazából ez sem lesz túlzottan újdonság, de ebben a hónapban nagyon sokat használtam a L'Oréal Color Infallible szemfestékek közül a 033-as Tender Caramel árnyalatot. Nekem ebből van még két másik árnyalat is, mindegyiket imádom. Ezek a Color Infallible festékek, ezek tulajdonképpen ilyen préselt, porállagú festékek, de ilyen nagyon tömörre össze vannak préselve. És az állaguk nagyon-nagyon bársonyos és sejmes, szinte már-már krémfestékek, de nem azok, hiszen porból vannak. Gyönyörű színük és fényük van, elképesztő, egyszerűen imádnivaló, meg is mutatom nektek, mert egyszerűen muszáj. Tehát ez a Tender Caramel, ez így néz ki. Láthatjátok, hogy mennyire szép fénye van, szinte tükröződik, elképesztő. És a másik két árnyalat, ami nekem megvan, az egyik az egy ilyen lilás, a második pedig egy ilyen aranyszínű árnyalat. De ezt a Tender Caramelt azért szeretem nagyon, mert ez szerintem szinte bármilyen szemszínhez megy, és én nem nagyon szoktam vele variálni, felteszem a lapos ecsettel a szemhéjamra, és a szélét elsatírozom, és egyszerűen tökéletes, gyönyörűen mutat, és a legtartósabb szemfestékem. Igaz, hogy mindig használok alá szemhéjalapot, de egy csomó olyan szemfestékem van, ami ugyanazzal a szemhéjalappal is egy idő után összegyűlik itt a szemhéjráncaiban. Ez nem. Tehát reggel felkenem, mondjuk 7-kor, és még este 7-kor is ugyanúgy bomba biztosan ott van. Ezek a szemfestékek tökéletesek. Talán itt drogériás viszonylatban nem a legolcsóbbak, sőt, mert ilyen 2000 forint körül vannak, viszont érdemes mindig valamilyen akcióban lecsapni rájuk. Nagyon sokáig elég egy ilyen kis tégely, nekem ez már nagyon régóta megvan, talán egy éve, és hát szerintem még a felét sem használtam el, pedig tényleg nagyon sokat használom, mert nagyon-nagyon szeretem. És akkor, ha már a szemnél tartottunk, jöjjenek a színes szempillaspirálok, mert hogy ezek most nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvenceim. Az előző videómban is egy színes szempillaspirál volt rajtam, mégpedig ez a Miss Sporty Fabulous Lash Extreme Turquoise szempillaspirál, ami egy, hát igen, türkisz kék vagy világos kék szempillaspirál. Íme, így néz ki. Ez az egyik, amit nagyon sokat használtam, és még fogom is nyáron. A másik pedig az Essence Color Flash
szempillaspirál. Ez 5 árnyalatban kapható, és én ezt a lilát vettem meg. Ez van most egyébként az alsó szempilláimon. Az a jó ezekben a szempillaspirálokban, hogy tényleg érdemes ilyen olcsóbbakat megvenni, mert hogy ezek is tökéletesen jók. Az Essence, hogyha jól emlékszem, 1000 forint körül van, és 5 árnyalatban kapható. A Miss Sporty meg szerintem 1000 forint alatt, talán ilyen 8-900 forint körül, és tényleg nagyon jól pigmentáltak, láthatjátok, hogy látszódik a szempilláimon. Igaz, hogy 2 rétegben vittem fel, viszont nem potyog, nem kenődik, nem maszatolódik, tehát nekem abszolút jól bírják a meleget is. Egyébként a Miss Sporty spirálról a héten írtam a blogon, úgyhogy arról teszek majd be bejegyzést. Úgyhogy ha ti is szeretnétek nyáron valamivel kicsit megbolondítani a sminkeket, akkor szerintem ezek a színes szempillaspirálok mindenféleképpen tökéletes választás. És a végére hagytam egy szájra való terméket, ez az NYC City Proof Twistable Intense Lip Color rúzsszerúza. Hú, de hosszú neve van. Na most én ezt, amikor megvettem, megmondom őszintén, hogy egy kicsit féltem, mert hogy tavaly nyáron kijöttek egy ilyen rúzsszerúza-szerű valamivel az NYC-nál, aminek valami lip gloss stick volt a neve, vagy valami hasonló. Na most az tényleg csak egy ilyen szájfényszerúza volt tulajdonképpen, mert hogy szint nem nagyon adott az ajkaknak csak egy kis fényt, tehát az nálam így be is került a nem éppen kedvenc termékek közé, mert hogy egyáltalán nem voltam vele megelégedve. De úgy voltam vele, hogy hát mondom, ez olyan jónak tűnik, ez olyan intenzívnek tűnik, megpróbáljuk, megveszem, és hát tényleg intenzív, megmutatom nektek a színét. Szóval igen, ez azért így elég intenzív szerintem. Valóban nem csak fényt ad az ajkaknak, hanem színt is. Ez egyébként a 041-es Ballroom Blush árnyalat, és az előző videómban ez volt egyébként az ajkaimon. Több árnyalatban lehet kapni, talán 5 vagy 6, most nem emlékszem pontosan, és talán 1000 és 1500 forint között van? Ebben sem vagyok biztos, de ennél biztos, hogy nem drágább. Itt ilyen mű, édeskés illata van, ami talán zavaró lehet, de én végül is nem mászom tőle annyira a falra. Viszont amit láthatjátok, egy húzással is nagyon szép, intenzív színt lehet vele elérni. Egyáltalán nem szárít, tehát nagyon kellemes érzés az ajkakon, és viszonylag tartósnak is mondanám, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, ja és ráadásul nem kell hegyezgetni, mert hogy tekerős az alja, thank God! Szóval, hogyha szeretnétek viszonylag olcsón egy jó ilyen ajakceruzát kipróbálni, akkor mindenféleképpen tudom ajánlani ezeket az NYC City Proof Twistable Intense Lip Color rúzsszeruzákat. Nos, ezek lettek volna a júniusi kedvenceim. Bízom benne, hogy ezúttal is találtatok magatoknak valamilyen újdonságot a termékek között, amiket bemutattam. És természetesen most is szívesen olvasom a kommentjeiteket, hogy ti milyen termékeket használtok szívesen mostanában, meg egyáltalán, hogy mik a terveitek a nyára, mit fogtok csinálni. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is velem tartottatok. Sziasztok!